2002-ben, amikor először szinkronizáltam a jégkorszakot, akkor emlékszem, hogy bejöttem, és hát volt már korábban is, hogy ilyen elmebetegeket kell szinkronizálnom, például az ötödik elemen a diszjokét. Gondoltam, ez nem lesz olyan nehéz. És akkor elkezdtük felvenni az első rész első tekercseit, és emlékszem, hogy nehezen, mert mit tudom, minden tekercset legalább négyszer-ötször vettünk újra, és én is éreztem, hogy olyan körülbelül olyan, de nem elég jó talán, de azért menni kellett, mert ugye hát haladt az idő. A szekér meg lassacskán ugye haladt. És egyszer csak elérkeztünk a 60. tekercs tájára, amikor azt mondta Csörög István, a szinkronrendező, hogy figyelj, most jó a hang, ezt a hangot kell megtartani. Na és akkor felvettük az egészet végig, majd visszamentünk, és az első 60 tekercset újra felvettük. Tehát mondjuk azért az egy meló volt, és egy kicsit pipa voltam, mert később mutatták csak meg nekem azt a videót, ahol mutatták a John Leguizamot, aki az eredeti hangot adja, hogy csinálja. Tehát lehetett látni őt, hogy hogyan adja a hangokat, és így kis széthúzta a száját, kicsit kidugta a nyelvet, körülbelül kilógott a nyelv a szájából, és ez lett a tipikus széthang tulajdonképpen. Dél a margaritás csirkész modellt láthatjuk, Miklós, a felegás hangfád, Livióval a toborostán mutatja. Ez legyen egy kicsit kedvesebb, ugye? Jó. Legalábbis így lenne jó. Akkor 108 még egyszer. 108. Köszi. Kezdjük a frizurától! Feltűzött teljes kocs? Nagy klasszikus. Vagy feltűzve halfarok fonattal. Kimondottan kacér. Talán egy picikért túl top is. És most a harisra tartunk! Edén a margaritás csipkés modellt láthatjuk. Még rossz az elegánsabb vádli villantó borostán mutatja be nekünk. Ültetési rend is kell. Lesz egy szingli asztal, meg egy gyerek asztal, egy fúvas rokonok asztala, egy büdösek asztala, meg még egy büdösek asztala. Ez egy játék, amit nagyon jól esik csinálni. Hála Istennek nem jön olyan sűrűn, hogy neked teljesen át kéne alakítani magamat, meg az életemet miatta. De az, hogy két évenként ide jön egy film, és azt vagy három évenként, és akkor ezt így eljátszuk, azt szerintem belefér, meg úgy jól esik újra egy kicsit. Hát nem is gyereknek lenni, de úgy hagyni magamat, hogy picit úgy elengedjem magamat gyerekkoromban, és így csak játéknak tartani mindent. Összes ismerősöm, összes gyermekem, amikor együtt nyaralunk, vagy valahol elmegyünk, azzal szokott engem húzni, hogy akkor beszéljek, hogy mint a szíd, és akkor lónak rajtam, tudod, ilyen rajokban fürtök be, beszélj, mint a szíd, kb. 30 gyerek egyszerre kéri. Egy ideig az ember így lepatintja magáról a kis csávokat, de aztán egy idő után jobban feladja, mert a másosan támikítanak egyébként, úgyhogy előbb-utóbb elő szokott kerülni ez a hang, de azért nem szoktam rendszeresen ezt a hangot használni máshol. A Nagy Bum című film címéhez méltóan különböző nagy földre leselkedő veszélyekről fog szólni, melyeket már más science fiction filmekből esetleg ismerhetünk, de itt természetesen Sid az egyik, a Motkányon kívül, aki előidézője tulajdonképpen a Nagy Bumnak, és hát Sid ilyen értelemben nem csak drámai hősé válik, hanem egyszerre komikus és egyszerre tragikus hős is, persze maga módján. De a lényeg az, hogy Sid persze nagy bajkeverő most is, és hát egyszerre, hogy mondjam, csak változtatja meg az időforgását, és egyszerre próbál meg elhárítani a föld felé irányuló, vagy a földre irányuló nagy veszedelmet is, és emellett hát stylistként tűnik fel a filmben, ami külön hát nagyszerű jelenetek sorát adta, amiben hát nekem is még egy picit újabb hangokat is elő kellett magamból varázsolni. Ugye én hozzászoktam ahhoz, hogy rajzfilmekhez is adtam hangomat, igaz, hogy Ludas Matyiként meg Mész Galadárként híresültem el, de az, hogy az animációs univerzumban ott különböző lények léteznek, és az egy átik klassz játék lehet, azért az megvolt régebbről is, és nyilvánvaló volt, hogy engem nem Superman szerepére fognak hívni, és sem a hangi adottságaim, sem egyéb hozzám fűződő asszociációk nem ezt indokolnák. És az, hogy egy ilyen jópofa játékos, kicsit kelekótja, abszolút csetlőbotló, komikus figurának a hangjához hívtak, ez azt jelentette számomra, hogy úgy látszik, van egy ilyen karakter bennem, vagy a hangomban is elő lehet ezt hívni, és akkor azt gondoltam, hogy miért ne legyen ez egy ilyen játék. Hát nem gondolom, hogy a hétköznapokban is pont így viselkedem egyébként, bár érdekes mondom, van a családban valaki, akire nagyon emlékeztet a Sid karaktere, de nem árulom el kicsoda. Ővel sokszor meg szoktam beszélni azt, hogy nézd csak, pont olyan bolond, mint amilyen te vagy. Végre itt a nyár! Legfagyosabb kalandja! Nem kell betolni! Jelgek, uram! Jégkorszak a Nagy Bum, a mozikban 3D-ben.